Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. A minőség marad, de kevesebb a termés. Nehéz helyzetben vannak a hazai termelők az asszályos időjárás miatt. Fejlesztés előtt a Pécsi Kutatóközpont pályázat segíti a tudományos munkát. Várostörténet egy kattintásra, nagy népszerűségnek örvend a Baranyai Digitár. Bajban vannak a zöldség és gyümölcs termelők a több héten át tartó kánikula és főként a szárazság miatt. A probléma nem új keletű, viszont évek óta egyre nehezebb fenntartani a gazdaságokat a folyamatos öntözésből keletkezett többletköltségek miatt. Az extrém időjárási viszonyok ráadásul a terméshozamra is negatív kihatással vannak. Stábunkkal a vásárcsarnokban jártunk, ahol az árusokat kérdeztük a kialakult helyzetről. Köszönöm, szép napot kívánok! Kelendő a dinnye ennél a gerdei termelőnél. Szín József már 29 éve foglalkozik dinnyézéssel, mint mondja, egyre nehezebb dolga van, hiszen évek óta már csak locsolással tudja megoldani a termesztést. A további problémát a munkaerő hiánya okozza, és a dinnye ára sem emelkedett jelentősen, miközben a termelők költségei főként a csapadék hiánya miatt egyre nőnek. A minőség viszont továbbra is kiváló, mennyiségben azonban kevesebb dinnye terem a magyar földeken. Országosan úgy tudom, hogy ilyen 30%-a kisebb terület is van. Azért is van kevesebb dinnye idén, meg egy icipicivel gyengébb a termés, de szinte majdnem ugyanolyan, mint tavaly. Hát az ár, ne politizáljak, ugyanannyi majdnem, mint tavaly. Csak gyengült a forintunk. Tavaly 70 eurócent volt, most 80 eurócent körül van a dinnye akkor. Az árakat más kistermelők sem igazán tudják emelni, miközben az asszály őket is kihívás elé állítja. Az ára sajnos az magáért beszél, tehát nem tudjuk emelni az árat, de tehát rengeteget öntözünk. Május palántálás óta folyamatban körbe-körbe megy az öntöző, a patlizsán és a paprika nem nől meg öntözés nélkül, a hagyma az simán. Ez a csapadék hiány ez rettentően visszavetette a termelést, rengeteget kellett öntöznünk, sokat öntözünk, ami megemeli a költségeinket. Ez meglátszik a növényeken is, nagyon sok növényt sajnos nem tudtunk helyrehozni, az erős napsütés és most már az UV-sugárzás is úgy gondolom behatással van a növényekre, ami rettentő hamar leszárítja, hamar érési folyamatot indít el náluk. Hiába öntözünk, de az a baj vele, hogy a hőség tönkre teszi. Elégeti a dinnyéket, látszik rajta, paradicsomot, mindent, paprikát kiéget, mindent. Locsolás nélkül tehát szinte már egyik zöldség sem termeszthető, emellett a hőség a hozamra is kihatással van. A termelők mégis törekszenek jó minőségű zöldséget, gyümölcsöt kínálni a vásárlóknak, így továbbra is érdemes a piaci árusoknál beszerezni ezeket a termékeket. Az extrém meleg miatt a hajléktalan ellátásban is kiadták a vörös kódot, így Pécsett a támasz alapítvány is fokozottan odafigyel a fedél nélküli emberekre. Az alapítvány különböző ellátásaiban közel 1000 fő fordul meg évente, így Pécsett akár ennél többen is élhetnek az utcán. Az intézmény vezetője Fonyó József elmondta, mivel nyáron kevesebben töltik napközben az időt intézményeikben, így leginkább kint a közterületeken tartózkodó hajléktalanokra kell fokozottan odafigyelniük. A forróságban főként az utcai szolgálat munkatársai tudnak segíteni a bajba jutott hajléktalanokon. Ez pedig az utcai szolgálat által való vízosztás elsődlegesen, tehát ők megkeresik azokat a helyeket, ahol jelen pillanatban utcán élő hajléktalanok tartózkodnak, és ott vizet adnak nekik, mert most jelen pillanatban legfontosabb az, hogy mindenki folyadék utánpótlásról gondoskodjon magának. Az amúgy is leromlott szervezetet, tehát az extrém meleg elég rendesen megviseli, úgyhogy ezért óvakodni kell mindenkinek, tehát egy átlag embernek is, hát még inkább a leromlott egészségi állapotú embereknek. Ha
Hatalmas fejlesztés előtt áll a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriuma. Egy nemrégiben elnyert pályázatnak köszönhetően ugyanis növekedhet a laboratóriumi egység kutatási teljesítménye, illetve tevékenysége. Továbbá szélesedhet a hazai és nemzetközi szintű együttműködésekben való részvétele is. A projektről ma számoltak be az intézmény munkatársai a sajtónak. Több mint 1,2 milliárd forintnyi támogatásnak köszönhetően tovább fejlődik a Virológiai Nemzeti Laboratórium. Mindez a csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott, az összeg főként a kutatásfejlesztés, az innováció, valamint a tudományos tevékenység bővítéséhez járul majd hozzá. Jakab Ferenc, a virológiai kutatócsoport vezetője hangsúlyozta, a pályázat eredményessége annak a nemzetközileg is elismert munkának köszönhető, amelyet kollégáival együtt az elmúlt 12 év alatt tudtak felmutatni. A virológus arra is kitért, hogy az elmúlt évek világjárványa is bizonyította, szükség van azokra a típusú vizsgálatokra, amelyeket a PTS Szentágotai Központjában végeznek. Így, mivel az elkövetkezendő években hasonló pandémiákra lehet számítani, a szakemberek körét is bővíteni kell. Jakab Ferenc arról beszélt stábunknak, hogy a következő 3 évben milyen típusú kutatásokat végeznek majd Pécsett a támogatásból. Alapvetően a kutatási stratégiánk nem változik, tehát ugyanúgy az állatokra, emberekre terjedő, ugyanez a zoonotikus fertőzőbetegségeket, vírusfertőzéseket kívánjuk kutatni. Nyilvánvalóan egy ilyen jelentős tőkeinjekciónak a birtokában ez sokkal nagyobb ütemben, sokkal nagyobb mértékben, sokkal nagyobb nemzetközi kitekintésben tudjuk elvégezni majd. Az Európai Uniós támogatás továbbá a 4-es biológiai biztonsági szintű laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez is lehetőséget biztosít, mely egyedülálló hazánkban. A pályázatnak köszönhetően továbbá egy nemzetközi szintű oktató és képzőcentrum is létrejöhet, mely elengedhetetlen az utánpótlás nevelésben. Lassan 3 éve működik az a honlap, amelynek fő célja, hogy a csorbagyőző könyvtár digitális gyűjteményei közös felületen elérhetők és kutathatók legyenek. A Baranyai Digitár egyes szolgáltatásai kiemelt népszerűségnek örvendenek. A jövőben az oldal tartalmát továbbfejlesztik és bővítik. 3 csoportban vizsgáztak a Füsti Molnár Éva által vezetett Színi Tanoda növendékei. A különböző korú gyerekek nagy sikert arattak a felnőtt és a gyermekdarabokban egyaránt. Ez az 1998-as Pécs TV felvétel is része a csorbagyőző könyvtár igen jelentős digitális állományának, amelyet az utókor számára megmentenek az intézmény munkatársai. A kis nyomtatványok mellett számos folyóirat, így a Dunántúli Napló valamennyi lapszáma maradt kutatható a jövőben is, nem beszélve a fotó, videó és hanganyag gyűjteményről. A 2019-ben indult Baranyai Digitális ezt a célt szolgálja. Legnépszerűbb szolgáltatása a Baranyai Nemes Személyek adatbázisa, amelyben több mint 9000 a megyéhez kötődő személyről tudhatjuk meg a legfontosabb információkat. Valamennyi Baranyához kötődő hírességet, valamilyen szempontból jelentős személyiséget, tudóst, közéleti személyt, de akár egyszerű körorvosokat is tartalmaz ez az adatbázis, az ő életrajzi adataikat tartalmazza ez az adatbázis, valamint továbbvezető forrásokat. Ez a helyismereti kutatóknak egy nélkülözhetetlen segítséget jelent. Éppen az elmúlt hetekben ért el az 1 milliómodik megtekintését. A Baranyai Digitár azonban nem csak arra alkalmas, hogy a hatalmas gyűjteményekben böngészünk, mi magunk is szerkesztők, tartalomszolgáltatók lehetünk. Ez a szolgáltatás mindjárt a honlap főoldalán elérhető. Készült egy ilyen beküldőfelület, online beküldőfelület, ahol bárki a saját tulajdonában levő fényképet, szöveges anyagot, digitális bármilyen anyagot beküldhet nekünk. Ezt mi elbíráljuk ennek a történeti értékét, megpróbáljuk feltárni, metaadatolni, szakszóval mondva. És aztán, ha ezekkel a munkafolyamatokkal elkészültünk, akkor bizony közkincsét tudjuk tenni az eddig csak magánkézben lévő digitális adatvagyont. Már megvannak az elképzelések a szolgáltatás fejlesztésére. Fontos cél, hogy a Digitár a Corvina nevű integrált könyvtári rendszer adatbázisával összehangoltabban működjön, emellett a könyvtár munkatársainak saját helyismereti kutatásait is elérhetővé tennék egy dokumentumszerver segítségével. A távlati cél, hogy a Baranyai Digitár tényleges adatbázisként működjön a jövőben. Robert De Niroval és Anthony Hopkinssal is találkozhatunk a csorbagyőző könyvtárban. Nem közönség találkozóról van szó. Az Ismerős arcok című rajzkiállításon hollywoodi színész legendákkal és ismert filmkarakterekkel nézhetünk farkas szemet.
Az aprólékosan kidolgozott részletgazdag, fekete-fehér és színes élethű portrék alkotója a 17 éves Kersák Viktória. 6 éve rajzol, élete eddigi legmegtisztelőbb felkérésének azt tartja, hogy a Kinizsi a Népfia című rockopera színészeinek, zeneszerzőinek és írójának ajándékokat készíthetett. Rajzkiállítása még július 31-éig megtekinthető a Tudásközpont 0. szintjén. Végül néhány szó az időjárásról. Holnap napsütéses nyári melegre számíthatunk. A magas UVB-sugárzás miatt érdemes lesz odafigyelni bőrünk védelmére. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Heti hírösszefoglalónkkal holnap este jelentkezünk. Viszontlátásra!